Hát sziasztok, jó estét, nagyon sok szeretettel köszöntelek, látom, hogy Csilla itt van, beköszöntél, remélem egy kicsit itt tudsz lenni, és látom, hogy itt van egy ministry, egy highly favored, sziasztok, és a Flame is itt van, hát üdvözlet mindegyik kötöknek, és hát mai nap nagyon különleges nap, először azt szeretném kérni, hogyha valamelyikötök, Csilla, talán, hogyha erre lenne a lehetőséged, megerősítenéd, hogy hallod a hangomat, hogy jól lehet hallani, és most felvezetem a hangmagasságot is, és hogy jól látsz, mert most más módon küldöm a képet. Hát ha van lehetőséged rá beírni erre az üzenetre, hogy bejelentkeztél. Mai nap olyan témákról vannak szó, amik tulajdonképpen hát nehéz témák. Megmondom őszintén, kaptam két üzenetet két barátomtól. Azt mondja, teljesen jó a hang minden. Hát köszönöm szépen ennek, nagyon örülök. Csilla, teljesen jó hang és kép is jó. Remélem felvétel is jó lett. Most az történt, hogy nem az öreg számítógépemet használom, és annak a kis macsa lámpáját, hanem a telefonomat használom, most képnek, amelyeknek talán a kép intenzitása az talán jobb. De örülök, hogy minden rendben van, akkor mondanám a mai dolgokat. Tehát megmondom őszintén, úgy volt, hogy egy kicsit két barátom, nagyon közeli barátom óva intett, hogy erről a dolgokról, amiket kérdeztek, és amit beírtam, hogy majd téma lesz, hogy erről beszéljek, mert lehet, hogy ez nem zsákba macska, hanem zsák utca. Na most megmondom őszintén, hogy hát igen, a témák azok nagyon erősek, mert sajnos keresztény berkekben is nagyon nagy az ellentét, különböző vádaskodások vannak, és szintén különböző hát rossz tanítások, meg mindenek, és ezzel kapcsolatos a kérdések, tehát később erről fog beszélni. De most először elkezdeném egy olyan dologgal, amit egy kedves barátom kérdezett, Tibi, hogy azt mondja, hogy győzöd a dolgokat fizikailag? Én először is nagyon köszönöm mindegyik ötöknek a kedvességét, hogy az egészségemmel kapcsolatban érdeklődtök. Hát igen, ez most nagy téma nekem is. Februárban volt a születésnapom, és amikor hát ilyen gyertyafújás előtti kérésre van lehetőség, akkor én azt kértem Istentől, hogy hát valahogy rendezze az én egészségemet. Mint tudjátok, vagy legalábbis sokan tudjátok, hogy volt szívműtétem, volt sérvműtétem, és hát azért kicsit cukros vagyok, kicsit magas vérnyomású, szóval hát nem szükséges ilyen dolgok 65 éves korban, tehát sajnos vannak, és hát ezek a dolgok nagyon-nagyon nagy csalókák a vírusnak, tehát könnyen meghapnám a vírust, hogyha nem jól kezelném magam vitaminokkal, meg mindenféle hát, hogy higiéniás dolgokkal. Itt hála Istennek Hongkongban hát azért vigyázgatunk egymásra, gondolom otthon is. De nem erről akarok beszélni, hanem tényleg egy olyan dologról, ami egy kérdéssel kapcsolatos volt, a nagy dologról, a nyelveken szólásról. Opsza, nyelveken szólás. Hát ez nem csak, hogy akik még nem ismerik az Urat, egy ilyen, az meg micsoda, hanem akik ismerik Istent és elfogadták őt, Jézust, azoknak is nagyon sokan nem beszélnek nyelveken. Na most ezt azért mondom el, mert ez az egyik legcsodálatosabb dolog az életemben, aminek nagyon sok mindent köszönhetek, hogy ezt az ajándékot megadta az Úr,
És én kívánom mindegyikötöknek, hogy legyen egy ilyen tapasztalatotok, hogy nyelveken szóltok. Ez egy ajándék. És hogy kell-e vagy nem, én inkább azt mondanám, hogy hát ez tulajdonképpen ez egy ajándék, ez a Szent Szellemnek az ajándéka, ez hozzá tartozik, és hogy tud megnyilvánulni rajtad keresztül, hát ez nagyon érdekes. Tehát én elmondanám az én tanúvallomásomat, mert nagyon sok rossz példák vannak. A rossz példa például, hogy amikor valaki rátesz a kezét a másikra, mondd azt, tü-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 
énekel, és kérdeztem tőle, mióta beszélsz tyütyűt, mint nyelveken, és mondta, hát én megkaptam a Szent Szellem keresztséget úgy 8 éve, és mondom neked, tyütyű, ez az egész, hát ezt kaptam. Hát, na most tényleg egy bébi is, tehát egy fizikális bébinál, babánál, és van tyütyütyű először, de hát a babának nőnie kell, és végül is aztán kifejlődik egy csodálatos nyelv, beszéd, amivel kommunikálni tud a környezetével. Mert ugyanígy történik tulajdonképpen a Szent Szellemnek az ajándékával, a nyelveken szólással. De nézzük először, hogyan kaptam meg az én életemben. Na most, miután megtértem, megvallottam bűneimet, és átadtam az életemet Jézusnak, és a szeretetét elfogadtam a szívemben, és elfogadtam az ő megváltását, az ő erejét. Utána még be is benyitkeztem a vízbe, a Dunába, arra csodálatos emlékem volt azzal kapcsolatban is. Utána egy-két hétre azt mondták a testvérek, hogy az Úr nem csak vízzel keresztel, de Szent Szellemmel is. Na most hallottátok ezt a szót, hogy keresztelés. Persze, vannak hagyományos keresztelések, de katolikus templomban, reformátusban, kálvinistában, még ha jól tudom, a metodista templomokban is, ahol ilyen vizet szórnak a fejbe, semmi gond, ebben hisznek, és ez a tradíció. De én olyasmiről beszélek, amit már a baptista egyház, majd később a pünkösdi egyház, karizmatikus egyház, egyház, tehát, ami tulajdonképpen arra emlékeztetem, amiben a Bibliában bemerítő János bemerítette vízbe nem csak az ottani felsakarozott népet, aki erre várakozott, hanem még Jézust is. És én ezt választottam. Na, szóval azt mondták nekem, hogy Laci, akkor ezt jó tudni, hogy az Úr nem csak vízzel keresztel, hanem az ő Szent Szellemével. Wow! Én most nagyon, hogy is mondjam, extázisba kerültem. Hát persze, ez csodálatos. Hát kérdezték, akarod? Hát mondom, persze, hogy akarom. Hát most ez Isten igéje, ezt én ebben hiszek, ezt akarom, a testvérek szívesen imádkoznak értem, és akkor elkezdtek imádkozni nyelveken, és kérték a Szent Szellemet, hogy töltsön be, és ennek egyik bizonyítatottságként elkezdhessek nyelveken szólni. És hát mi történt? Hittem benne, hogy tényleg várakozással teli voltam, hogy most be fog tölteni a Szent Szellem. A testvérek imádkoztak nyelveken, kérték az Urat, az Isten igéjében le van írva. Tehát mi történt? Semmi. Semmi. Megmondom őszintén, semmi nem történt. És egy kicsit úgy is, hát, hogy mondjam, nem nagyon örültem egy kicsit, szomorú is lettem. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon halk hangon hallottam a Szent Szellem, azt mondta, hogy ez az én ajándékom. Annak adom, akit szeretek, és akkor, amikor én akarom. Húha! Hát akkor ez nem lehet olyan sok probléma. Ő szeret engem, én szeretem őt, és hát akkor ennek van egy ideje. Na ez történt, és akkor ebben maradtunk. Nem erőltettem, nem felejtettem el, nem hagytam el, nem lettem mérges, hogy nem, hanem hát akkor majd eljön ennek az ideje. Viszont a hitet megtartottam várakozással. Nem is kellett sokáig várakoznom.
volt egy kedves barátom, aki szintén az úrhoz vezetett korábban, és ő is Istenről beszélt, és akkor azt mondta, hogy menjünk el egy idős mamához, és hát látogassuk meg Irénke nénit, 92 éves az anyuka, a mama, és menjünk el hozzá. Na most, hát, nagyon érdekes, 92 éves testvérnő, hát ez most érdekes lehet egy ilyen öreg nénihez elmenni, talán beszél nekünk valami érdekes dolgot, és el is mentünk, és beszélt is Irénke néni, és sajnos, mivel ő már akkor vak volt, nem látott, nem látta azt, hogy valahogy valami módon én elkezdtem ott olyan, hogy mondjam, olyan erősen meleget érezni, és úgy valamit de vulkanikusan jönne bennem fel, így elkezdtem integetni a barátomnak, mert nem akartam, hogy Irénke nénit azt megzavarjam a beszédjébe, és így mondtam, hogy valami történik, de nem mondtam szavakkal, és hirtelen a barátom azt mondta, hogy Irénke néni a Lacit a Szent Szellem tölti be most. És amikor ezt kiejtette, elkezdtem nyelveken imádkozni, hát nem egy percet, és nem tututukat, hanem elkezdtem egy csodálatosan nyelveteket beszélni, és ha jól emlékszem, nem 5 perc volt, nem is 15 perc, de órákat. Le sem lehetett állítani engem, senki nem imádkozott értem, viszont eljött az ideje, amikor a Szent Szellem maga rám szállt, ez eléggé bibliai, mert ilyesmi történt ott a Pentikosztál idejében, a pünkösdi időszakban is, amikor a különböző tanítványok várták a Szent Szellemet Jeruzsálemben. Nagyon hasonlóképpen melegséget éreztem, és csodálatosan, hát számomra sem érthető nyelven, de elkezdtem nyelveken imádkozni, és így töltött be a Szent Szellem engem tulajdonképpen ezzel az ajándékkal. Na, most, és akkor most mi van? Hát tulajdonképpen ennek köszönhetek nagyon sok mindent. Az egyik legérdekesebb dolog, amit Tibinek a könyvében, ami itt van valahol hátam mögött, ezt azért megmutatom nektek, ha sikerít kivadásznom, mert aztán van ám itt minden nálam. Ez a könyv itt van, aztán nem tudom, hogy ez most látható a címe, felfelé. Ebben van egy rész, amit én hangos könyvként beolvasok itt a napokban, és ebben is megjelenítettem, hogy tulajdonképpen mielőtt eldöntöttem volna, hogy melyik országba megyek el, amikor elhagyom az országot a 88-ban, tehát 1988-ban, akkor 2-3 órán keresztül az egyik barátom, Boros Attila barátomnak a ajánlására, hogy hát kérdezd meg az úrat, hogy hova megy, mert nekem az volt a szívemben, hogy hát persze Ausztria, ez nagyon közel van, akkor oda fog menni. De ő azt mondta, hát hogy mindig megkérdezed az urat, hogy mit csinálsz. Hát ez egy hatalmas dolog, miért nem kérdezed meg megint csak? És felébredtem. Mondtam magam, hát tényleg ez így van, és akkor mondtam Attilának, hogy akkor én most elmegyek imádkozni, bezárom az ajtót. És nem tudom, hogy a másik szobában hányan menekültek el, de 2-3 órán keresztül hangosan, nyelveken imádkoztam, és csak gyengéden jött a szívembe, hogy Svédország segíteni fog. Hát ennek köszönhetem, hogy aztán Svédországba mentem, nem Ausztriába, és aztán Svédországban most itt vagyok Hongkongban. Szóval nagyon sok érdekes dolog történt, hogy felépíti azt a belül közösséget, felépít egy kapcsolatot Istennel, amikor nyelveken szólsz, és jobban megérted, mert az a különböző gondolataid, emberi dolgaid, azok úgy szépen lecsitulnak, lehalkulnak, és Istennek a csodálatos gondolata, az jön a szívedbe, és azt, mint egy rádiókészülék, szépen érzékelve, hát meg tudod hallgatni, és akkor hallhatod, hogy mit mond ő, tehát mi az ő akarata. Na, és ez így történt akkor. Na, de ez még nem
az a dolog, amiről szeretnék beszélni, és Áginak is vannak kérdései ezzel kapcsolatban, hanem ami a napokban történt. Hát igen, olyan jeleim vannak itt az életemben, és nem csak egyszer, hogy bizony, mintha Covid víruson keresztül mentem volna, és ennek a mellék körülményei történnek, tehát az ilyen, hogy mondjam, kísérő problémák jelennek meg, tehát például most mondok csak egy-két példát, hogy nehezebben veszem a lélegzetet, meg kell állnom 30 méterenként, gyengének érzem, tehát ez úgy néz ki, hogy talán átmentem a betegségen, de még mindig vannak ezek a hát, mellékhatások, amik hát az életemben történnek. És bizony az egyik reggel fuldokolva ébredtem fel, és korábban én a Jézus véréről beszéltem, hogy ami megint csak egy nagyon nehéz téma, az előző zsákba macska, négyesbe, azt hiszem abban tudjátok hallgatni ezzel kapcsos beszédemet, de most azt adta a szívembe az Úr, hogy beszéljek nyelveken. És megmondom őszintén, hát csodálatos volt. Mert tudjátok, ez belül építi fel a szellemi életet, és ez tisztít téged tulajdonképpen. Ez a nyelveken tényleg az, ami Szent Szellem templomát felépítő, megtartó, csodálatos ajándék, és én elkezdtem tényleg hangosan imádkozni, és hát elég hosszú ideig imádkoztam, és elkezdtem böfögni, köhögni, és úgy éreztem, hogy hát, hogy megkönnyebbülök. És megmondom őszintén, egyszer csak hallom, hogy Isten azt mondja, hogy meggyógyultál. És nem lett befejezve ez a mondat. Meggyógyultál, mert én mondom. Meggyógyultál, mert én mondtam. Azt hiszem, hogy pontosabb. És nagyon csodálkoztam, nem. De érdekes volt, hogy kihangsúlyozta bennem, hogy nem csak, hogy meggyógyultam, hanem azért gyógyultam meg, mert ő mondja. És annyira érdekes volt, hogy egyszerűen teljesen elment a fuldoklás. Attól kezdve napokig nem éreztem, most előfordult egy-kétszer reggel, aztán kicsit imádkozott nyelveken, és rendben van minden, de akkor tényleg fulladoztam, és a nyelveken való beszéd és Isten kijelentése után, amikor azt mondta, hogy meggyógyultál, mert én mondtam, ez tényleg így történt. És ez nagyon érdekes, mert a Bibliában is vannak csodálatos igék, amikor Jézus is azt mondja, hogy azt akarom, hogy gyógyulj meg. És vannak csodálatos dolgok, például egy ilyen vakkal kapcsolatos találkozójánál. Mindenki tudja, hogy a vak is vak, évek óta. És akkor, amikor Jézusra találkozott a vak, akkor Jézus megkérdezi, mit akarsz? És akkor a vak mondja, hogy lássak, hogy visszakapjam a látásomat. De nagyon érdekes itt is, hogy megmondjuk, beszéljünk őszintén hozzá, és én megmondom őszintén, én tényleg mondtam az Úrnak, hogy hát én hiszem, hogy még van elvégezni valamit a Földön az ő munkájában. Persze a legcsodálatosabb aztán visszamenni haza, tehát mindenki elmegy, amikor elvégezte a munkáját, lehetőség szerint, ha elvégezte, de éreztem, hogy ez még nem itt az idő, hanem a különböző körülményeken keresztül, amit most ebben az időszakon megyek keresztül, csodákat és csodálatos dolgokat tesz, hogy elmondhassam nektek is, meg aztán később fiam is hallhatja. Tehát most ez így kijött, hogy hát mennyire fontos, hogy annak alapján, hogy Jézus azt mondta, annak alapján, hogy a Szent Szellem betette mélyre a szívembe, hogy
Azért, mert én mondtam, mert én mondtam. Ezért gyógyultál meg. És ez volt az érdekes, hogy az ő akaratában történik minden. Mert egyszer megkérdeztem az Úrt, hogy mi az a dolog, amit hát nem az ő akarata, ami nem történik meg. És akkor már mondtam is most, hogy amit ő nem akar. Minden az ő akarata szerint munkálkozik, dolgozik. Szóval az egyik ilyen dolog a nyelveket szólással kapcsolatban, hogy hát hogy is mondjam, felszabadulhatsz. Imádkozol hangosan, és akkor ugyan kiböfögsz dolgokat, kiköhögsz dolgokat. Sajnos, hát aki már azért jobb, hogy is mondjam, hát ilyen tapasztalattal rendelkezik, tudja, hogy ezt úgy hívják, hogy felszabadító hát szolgálata az Úrnak benned. Sokszor ezt másokkal kapcsolatban végezzük, hogy mi imádkozunk másokért, ami nagyon jó, de te magad is, mert a Szent Szellemnek a temploma vagy, és hát erre van lehetőség, hogy pontosan ez az ajándék tisztít meg téged. Na most sok-sok kérdés jöhet fel Ágiban is, hogy igen, de hát akkor most miért nem beszélek? Én kértem az Úrtól, és hát miért nem beszélek nyelveken? Na most én is kértem, és annak idején, hát én sem kaptam meg rögtön az ajándékot, de nem tettem félre, hanem hittem benne, mert hogy ő mondta az ő igében, hogy ez létezik, és megtörtént. Szóval én most csak annyit mondok, Ági, hogy ha már 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt nem kaptad meg ezt az ajándékot, az ott van, a Szent Szellemnek az ajándéka, az ott sorban áll, és kérjed. Hát a Biblia mégis azt mondja, hogy túlsakodjatok az ajándékokért. Ne add fel, mert ez egy csodálatos dolog, és az a sok-sok problémák, amik te is megírtál, és mindenkinél persze létezik az életben, az élethez hozzátartozó itt földi dolgok, a Szent Szellem ajándéka, tehát amikor megépít, felépít téged nyelveken, szóláson keresztül, fölül tudsz kerekedni. És a körülmények ott vannak, de valahogy mégis fölül tudsz kerekedni, és át tudsz menni, át tudsz haladni a problémákon. Na ez az egyik, ez a második csodálatos dolog a nyelvek kapcsolatban. Na most, a másik dolog az pedig a szolgálatoknál. Amikor imádkozom tulajdonképpen emberekért, és ezt úgy szoktuk mondani, hogy ilyen profétikus imádság, én megmondom őszintén, én először nyelveken beszélek. Kapcsolatban leszek szellemben, Isten szellemében, egy leszek tulajdonképpen, hogy egy kapcsolatban leszek az illetővel, és arra várok, amikor nyelveken szólok, hogy Isten valami magyarázatot adjon bennem, ami tulajdonképpen profetikusan ki tudom jelenteni az illető számára. Na ezt most megismétlem még egyszer. Tehát amikor elkezdek imádkozni, nyelveken imádkozom, és belül arra várok, hogy megjelenjen egy látomás, egy kép, vagy egy mondat, vagy valami, amit keresztül tulajdonképpen tudok kommunikálni arra testvérnek, mint egy kulcs szó, és azon keresztül tulajdonképpen kiadhatok egy profétikus üzenetet neki, a Szent Szellemen keresztül. Tulajdonképpen ez egy kicsit a nyelveken szólásnak a magyarázata. Mert hogy a nyelveken keresztül és a szellemi együttléten keresztül egy meghatározó, megérthető, szóban is felfogható képet jelenít meg, tehát ez egy magyarázat, és ezt adom át. És megmondom őszintén, sokszor van, hogy csak egy szót mondok, és összetörik az illető, mert valami nagyon fontos volt, elkezd sírni, vagy tényleg valamit megérinti az Úr, mert az Úr tudja a gyökereidnek, a problémáknak. Sokszor mi mindig, hát hogy is mondjam, a látható sok-sok problémát próbáljuk, hogy szépen elvágdosni az életünkben, de vannak gyökerek, és amikor megtalálod azokat a rothadt gyökereket,
azokat szépen ki lehet tisztítani, és szilárdabban lehet állni a dolgokban. Tehát voltak nagyon-nagyon érdekes dolgok azon keresztül, hogy nyelveken szólás, és akkor azon keresztül szolgálatképpen sikerült olyan szavakat megértenem szellemben, ami a partneremnek, akiért imádkoztam, az egy nagyon fontos üzenetet adott. Na, hát ennyit most így a nyelveken szólásra, azért még megnézem, hogy mit kérdeztél, Ági. Azt mondja, miért nem kapja bárki, aki kéri? Hát nem tudom, hogy én lennék az igazi válaszadó erre, mert megmondok egy titkot. Mindenféle kérdés, nagyon jó kérdés, csak az Úr azt tanította nekem, egyet ne kérdezzél, az, hogy miért. Hogy hol, merre, hová, mit, sok-sok kérdést azt föltehetünk, de hogy miért, tulajdonképpen, hogyha ezt nem tesszük fel, és amikor majd megtörténnek a dolgok, akkor megértjük, hogy miért. És ebben van Isten dicsősége. Szóval, ha itt két kérdésedben is benne van az első szokéna, miért, hogy miért nem kapja bárki, aki kéri, miért kritérium például egy karizmatikus gyűliben, hogy tud nyelveken szólni. Hát ez nagyon vallásos. Ez nem tudom, hogy ez mennyire bibliai dolog, hogy kritérium legyen egy karizmatikus gyülekezetben, hogy valakit nyelveken szóljon, de hát hála Istennek ez csak felejtsd el, ez sajnos ez így nem működik. Legalábbis én nekem ilyen tapasztalatom nincsen, hogy megköveteljek valamilyen módon, hogy a gyülekezetben most kell nyelveken szólni, de megmondom őszintén, igen, mindent meg tudunk tenni, és jó, hogy imádkozzunk érte, és megnézzük az életünket, hogy milyen akadályai lehetnek, de megmondom őszintén, itt a hiten múlik, és innentől kezdve senki nem tud segíteni, mert ez tulajdonképpen Isten munkája az életedben, mert valahol a Szent Szellemben ott van ez az ajándék. És hát ahogy én aztán végül is megkaptam magamtól a Szent Szellem keresztséget, én hiszem is, hogy valami csodálatos dolog van kitalálva számodra is, mert amikor megkapod, akkor nagyon-nagyon sok embernek a bizonyságára lehet az, hogy hát az Ági végül is megkapta. És amikor ezt elmondod más embereknek, hogy milyen hosszú időn keresztül mentél át, és milyen hosszú időn keresztül nem történt meg semmi, hát egy nagy bizonyság lehet másoknak, akinek még mindig nincsen meg ez az ajándéka. Hát, hogy kell ez az ajándék, mint ahogy elmondtam, hogy fölépíthessük a belső életünket, én azt mondom, igen, hát ez nagyon-nagyon fontos ajándék, de ne keseredj el. Attól kezdve, hogy te kijelentetted, hogy Jézus az a te urad, a Szent Szellem nélkül te semmikor nem mondhatod. Így kezdtem én is az életemet, amikor először megérintett Isten, akkor azt mondtam, hogy elkezdtem dicsőíteni, hogy hát csodálatos, hogy Jézus él, és dicsőítettem Jézust. És senki sem mondhatja Úrnak Jézus Krisztust, csak a Szent Szellem által. Tehát a Szent Szellem az kezdettől ott van benned, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsen Szent Szellem benned, mert te nem beszélsz nyelveken. A Szent Szellem az ott van benned, csak az egy csodálatos beteljesedés, bemerítkezés, amikor teljességgé válik benned, egy ajándékképpen, meg is nyilvánul, ahol, hogyha olvasgatod a Bibliában, itt sokan mindig, doktrináznak a Paulnak, a Pál apostolnak a tanításán keresztül, de ha megnézed és elolvasod, ami a Márk evangéliumában van leírva a 16-os részben és a 15-ös versben, meg fogsz lepődni, mert Jézus beszél arról, hogy aki hisz, az ördököket űz ki, és
idegen nyelveket, a nyelveken beszél. Ha Jézus beszél arról, hogy a hívő emberek beszélnek nyelveken. Tehát mindenkit én most szeretnék, hogy is mondjam, buzdítani erre a csodálatos ajándékra, mert ez fölépíti a belső életedet, gyógyulást hoz vezet, szolgálatokat tudsz végezni, és profétikus szolgálatképpen még olyan szintre is el tudsz jönni, amikor hát ilyen nyelveken szólás alatt egy ilyen fordítást tudsz megtapasztalni, és ezzel szolgálhatsz másokat is. És persze, mint az én életemben, a svédországi útvoltatás is, hogy hát amikor imádkoztam, és összekötetésben lehettem Istennel, akkor nem az én agyam szerint, hanem nem csak, hogy az Úr lecsendesítette az én gondolataimat, ami teljesen logikusak voltak abban az időben, abban a szituációban, hanem felhozta az Úr akaratát. Tehát sokszor ezt is megtapasztalhatom, hogy valami áttörést hoz, vezetést hoz ez az ajándék. Aztán gondolom, nagyon sok mást is meg lehet tapasztalni, és nagyon sok embernek nagyon sok bizonysága lehet. Na ennyit a nyelveken szólásról, és most menjünk egy másik kérdésre. Azt mondja, hogy menjünk most a Zsoltnak a kérdésére. Hú, Zsolt, feladtad nekem a nagy kérdést. Azt mondja, hogy nagyon sok mélyre kérdés van. Azt mondja, mi a hamis egység, és mire kell vigyázni ma? Na, ez egy kicsit folytatása, amit az előző zsákbamacskával már beszéltem az egységről. De a hamis egység az nagyon érdekes. Tulajdonképpen azon múlik, hogy Isten építette és hozta létre az ő látásán keresztül, és a te engedelmességen keresztül azt a dolgot, amit csinálsz, vagy emberi. Ilyen egyszerű. Egység az mindig Krisztus testében van. Ő mozgatja, tehát tulajdonképpen csak engedelmeskedni kell, és egy hatalmas része leszel Isten munkájának. Én nekem nagyon sokszor alkalmam volt tapasztalni, hogy valamiért az Úr azt mondta, hogy menj, és akkor nem kérdeztem, hogy hova, mikor, merre, miért, hanem egyszerűen azt mondom, igen, Uram. És mentem, attól függetlenül, hogy nem tudtam, merre megyek. És szerintem ez egy kicsit olyan ábrahámi hithez tartozó dolog, mert amikor Ábrahám megkapta az Úrtól, hogy hát hagyd el az otthonat, és hát elvezet őt egy másik országba, egy másik részre, akkor fölvette a családját, és elhagyta a házát, de hova? Senki nem mondta neki, merre menjen. Hitben járt. Isten vezette őt addig, amíg el nem jutott, hogy itt van, és megérkezett. Tehát ez az érdekes, hogyha hitben mi hiszünk tulajdonképpen, amit Isten mond, mert hit az hallásból van, és hát halljuk az Isten igéjét, az ő szavát, tehát nem az én hitem legyen meg, ó Uram, adjál egy Mercedes, adjál egy házat, adjál ezt, adjál azt, adjál feleséget, adjál pénzt, stb. Én hiszem, hogy amikor azért imádkoztam, hogy adjon egészséget, akkor hát ezzel kapcsolatban elkezdett tanítani sokféle módon, amit most tapasztalok meg, és hiszem, hogy ebben az évben az egészségem radikálisan változni fog pozitívan, míg hogyha vírus ide, vírus oda, de ezzel át fogok menni, és hiszem, hogy mert én ezt hiszem, hogy a Szent Szellemben Isten jelenlétébe kértem teljesen természetes és teljesen átitatott, feltölt szívvel, őszintén módon, és Isten meghallgatja, ő szereti a kérdéseket, ha ez nem magad fele irányuló.
nem önző szándékú, nem egocentrikus. Tehát ez nagyon érdekes, amikor az ő akarata és a te szituációd úgy egyesül. És hát hála Istennek én ezt az egységet tartom Krisztusi egységnek, amikor legyen meg a te akaratod. Mert ott volt Jézus is. Képzeljétek el, ő azt tanítja, hogy minden lehetséges, aki hisz, ugye, ez az isteni bibliai tanítása. És akkor ott van, hogy ott van a Getsemáné kertben, és ha ez lehetséges, vedd ezt a poharat tőlem el. Na most minden lehetséges, aki hisz. De rögtön mondta, hogy viszont ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Most ez az érdekes dolog, hogy mai nap is tudom, hogy sokan nem tudnak talán itt lenni, mert van ez a csodálatos dal, döntő, és egy keresztény együttes is szerepel, és hiszem, hogy nagyon jól szerepelnek, hála Istennek. De volt bennem is, hogy, és ajánlották is, hogy mi lenne, hogyha az időpontot átváltoztatnám, akkor mások is tudnák élesbe látni, és nem csak felvételen ezeket a beszédeket, tanúvallomásokat, történeteket. Én is ebbe egyek voltam velük, de amikor Istenhez fordultam imádságban, és hallgattam belülre, hogy mit fog mondani, csend volt. Tehát még ha jó ötlet is, de ha emberi, hát teljesen mindegy. Lehet, hogy csak egy vagy kettő, most itt vagyunk hárman, vagyunk itt a vonalban, és lehet, hogy többen is, igen, hárman vagyunk, de lehet, hogy ez az egész, amit most mondok, azt most csillának mondom el. Például. És lehet, hogy csillának vannak olyan gondolatai mostan, ami az életében úgy összecsengenek a dolgok. Hiszem, hogy van értelme, hogy most nem veled megváltoztatva az időpont. És a flém is, meg ez a gyülekezet is, megvan a helye, hogy itt most itt vagytok. Szóval nagyon örülök nektek, és bízom benne, hogy majd a felvétel után sokan lesznek majd alkalmuk arra, hogy meghallgathassák azért a tanúvallomásomat. Tehát az egységet, amit Tibi kérdezett, azt abban látom, amikor egységbe vagy Isten akaratával és a te akarataddal egyben vagy, együtt. Most ez azért érdekes, mert mindig a dicsőséges, mindig úgy sok minden, a körülmények úgy alakulnak, pont olyan emberrel találkozol, ami fontos, pontosan bejön egy üzlet, pontosan hirtelen, ami a szívedet jött, az beteljesül, valakivel találkozol, akivel régóta nem találkoztál. Tehát nagyon sok olyan tényleg, hát hogy is mondjam, lehetetlennek tűnő dolgok történnek, amik bizony az Úrnak a munkája, mert benne élsz, egységben van benne, egységben vagy vele, és ő meg mozgatja az ő bábait. De most, hogy jobban érthető legyen, Isten ez olyan, mint egy rendező, és van egy színpad, az élet, van egy élet, ami az a darab, és hát sokan játszanak ebben a darabban, és neked is van egy szereped. És ez a szerep le van írva, és nem az az érdekes, hogy mit csinálsz, hanem hogyan csinálod. Minden egyes színész valamilyen módon színészi alakításban élővé varázsolja azokat a szavakat, amik le vannak írva a forgatókönyvben. És itt is van az életedre vonatkozólag egy forgatókönyv, és nem az az érdekes, amit csinálsz, mert az meg van írva, és bizony valamilyen módon azért meg fogod csinálni, de az a kérdés, hogy hogyan csinálod meg. És akkor egyszerűen majd a függöny is le fog záródni, amikor hazamész, és akkor megnézed te is ezt a csodálatos színdarabot, aminek egy szereplője voltál, és majd azt mondja, jaj, ez nagyon jó volt, jaj, ez nagyon rossz volt. Jaj, ez nagyon sok hatással lett a nézőkre, és a környezetedre, és ők örültek, és ez meg, hát ez most nem volt jó, hogyan alakítottam, és ez tényleg, ez változtatni kell.
magunkat ítéljük tulajdonképpen meg Isten szeretetében, amikor látjuk majd ezt a csodálatos filmet, vagy színdarabot, amit mi úgy nevezhetünk élet. A Bibliában ezt úgy nevezik, hogy könyvek nyitatnak ki, és aztán hála Istennek van az életkönyve, és én hiszem, hogy tulajdonképpen akik elfogadták Jézus Krisztust, azok be vannak írva ebbe a könyvbe írva a nevük, és ha ténylegesen elfogadtad őt, és ténylegesen szeretetből most már nem a saját magad urad, mert szabad akaratod az ott van mindig, hanem saját magad alárendeled magad Istennek, csodálatos életed lesz hitben. Most nem a körülmények, nem az anyagiak számítanak itt, ezt mind itt hagyjuk, hanem életet látsz, meglátod tulajdonképpen az értelmét, hogy miért születtél meg itt a Földön, és mi a feladatod, mert ez a fontos. Na nézzük még a kérdéseket. Hát, hogy mi a hamis egység, és mire kell vigyázni? Na, hát tulajdonképpen ez mindig az adott pillanatban a Szent Szellem munkája. Ez nagyon érdekes, mert sokszor az van, hogy minden úgy néz ki, hogy minden rendben van, de valahogy belül érzed, hogy nem. Na most, Isten mindig igent mond. Wow. Igent? Igen. Láthatod, hogy nagyon sok rossz dolog történt a történelem során, ami megtörtént. Csak az a kérdés, meddig engedi meg? Mert bármire is azt mondta, hogy igen, annak van egy időtartalma. Addig, amíg azt mondja, na akkor most itt elég. És történik változás. Ez egy csodálatos dolog. Ezen keresztül, tudod, soha nem látjuk a világosságot a világosságban. A sötétséggel nincsen semmi probléma. Amikor Isten megteremtette a világ mindenséget, akkor sötétség volt és káosz. És ebben a sötétségben és káoszban azt mondta, hát legyen világosság. És ez az érdekes, hogy bármi szituációban vagy az életben most is, és sötétség van, és hát elmennél a szomszédba, hogy elpalaszoljad, és akkor hát egy pillanatra megkönnyebbülést érzel talán, ez egy kicsit olyan pszichológiai dolgok, de ez nem segít. De hogyha ez a Szent Szellembe történik, Istenbe történik, ő megmutat, hogy felül kerekedsz a dolgokon, és megmondom őszintén, kéretsz világosságot. Uram, nem látom ezt. Mint ahogy én is azt mondtam, hogy hát fulladozom, hát segítsél, küldj el angyalaidat, hogy segítsenek, szolgáljanak. Ha hiszel benne, minden lehetséges. És hála Istennek, nem tudom, meddig fog eljutni, és ezt gyakorlatban megtapasztalni, de válaszolt, hála Isten a kérésemre. És a te életedben is, csak üljél le egy pillanatra, és mint hogyha a férjeddel beszélnél, vagy a barátoddal beszélnél, és mondd, hogy hát tényleg ez a szituációm van, most Istenem, tényleg segítsél. És itt az a kérdés, milyen mélyen mondod. Ez nem annyira érzelmi, emotional, jaj, segítség. Nem erre gondolok. Egyszerűen a szívedből elmondod Istennek, és valami történni fog. Tehát a hamis egységgel kapcsolatban még egyszer az emberi dolgok. Önszervezés. Mi nagyon sok mindent jót akarunk, tudod, és nagyon sokat szervezgetünk saját magunk, hogy jókat cselekedjünk. Ez nem baj, ezzel nincsen. Különböző szinten vagyunk. Én most a krisztusi egységről beszéltem, és hogy hát, hogy a hamis egységről tudod, a Szent Szellem csak aki meg tudja mutatni neked, hogy ez vigyáz, ez most hamis. Na menjünk tovább másik kérdésre. Azt mondja, hogy Zsolt kérdése, egy másik kérdése, sok évtizede szolgálsz,
hogyan látod az ige alapján az egyház változásait így az utolsó időben? Hát ez most nagyon teológiai kérdés volt, tudod, Zsolt, megmondom őszintén, na, én nem riporter vagyok, én riporter alany. Ha riporter lennék, akkor ez érdekelne engem. Ki, mit, hogyan, miért, stb. Csinál. Megmondom őszintén, engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy azt csináljam én az életemben, amit Isten rám bízott az én életemre. És sajnos látok nagyon sok tényleg nehézséget, más dolgot, rábízom az Úrra. Ha valami dolgom van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, Isten mindig megadja az indítatást, és mindig épülésre szolgál. De azon kívül, hogy most hogy a sötétségről beszéljek, hogy most itt is ilyen sötét, meg ott is olyan sötétség, én a jó hírt szeretem hirdetni, és én a Szent Szellem munkáját szeretném hirdetni, és szeretem hirdetni. Tehát tényleg az egyházban, hát Jézusnak sokkal nagyobb problémája volt az akkori farizeusokkal, szadduceusokkal, esztiniusokkal, különböző vallási irányzatokkal, mint hát az egyszeri halász emberekkel. Nem véletlen, hogy a tanítványai nem a zsinagógákból kerültek ki. És Nikodémusz, aki tényleg látta benne Isten munkáját, hát az is biztos, hogy nagyon nehéz volt megérteni neki, hogy meg kell, újjá kell születni, hogy ez kell. Vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kihagynunk. És ezek nehéz dolgok voltak azoknak, és vannak ma is, akik vallási dogmákon keresztül nőnek fel. Hát ebből meg kell térni. Itt az az érdekes, hogy ha letesszük az életünket az Úrnak teljes szívünkkel, és ez a megtérés folyamata, akkor most nem embereket fogunk szolgálni, nem gyülekezeteket fogunk szolgálni, nem keresztény testvéreket fogunk követni, hanem Jézust. És ez a fontos. Ha Jézus a középpontban van az életünkben, és a Szent Szellem adja a kijelentéseket és a direkciókat, hát nagyon izgalmas, mert tényleg minden nap más, minden nap meglepetésekkel teli, viszont ez a csodálatos, mert láthatjuk Isten dicsőségét. Ezért is tulajdonképpen, ha leírom az összes tanúvallomásomat, ami Svédországban és Hongkongban történt, hát hogy is mondjam, lehet, hogy nem egy könyv, hanem könyv, sok könyvet tudnék írni ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy még meg is lesz, mert csodálatosak ezek a történetek, és sokan talán kaphatnak valami indítatást és érdeklődés ezzel kapcsolatban. Na, az idő az közben lejárt, én úgy érzem, hogy 45 perc az elég mindig ezre a zsákba macskára. Én nagyon örültem, hogy itt voltatok velem, és Isten áldjon meg benneteket, és akkor egy hét múlva folytatjuk, még nagyon sok kérdés van, és várom a kérdéseteket, és hát remélhetőleg az, amit elmondtam, az érthetővé válik, és élhetővé, tehát életetek egy részévé. Isten áldjon meg benneteket. Szervusztok!